Második helyezést ért el Tócsni kategóriában Salgótarján önkormányzatának csapata az idei Kazári Laska Fesztiválon. Az önkormányzat mellett több megyeszékhelyi főzőbrigádnak sikerült még helyezéseket begyűjteni. A népművészeti és folklór területén rendkívül gazdag hagyományokkal rendelkező Kazár rendezvénye idén jubileumi évéhez érkezett. 10. alkalommal rendezték meg a Laska Fesztivált és Tócsni partit. A rendezvény vendégeit Gecse Ákos polgármester köszöntötte elsőként. 10 év alatt már igazi fesztivál hangulat alakult ki, május utolsó hétvégén. Napról napra egyre népesebb a fesztiváludvar. Az utolsó napon gomba módjára nőnek ki a sátrak és a különböző létesítmények a területen. Az idei évben közel 50 csapat készít Laska és Tócsni mellett különlegesebbnél különlegesebb ételeket. Délutánra megtudjuk, hogy ki készítette a legfinomabb Tócsnit, a legfinomabb Laskát, illetve egyéb étel kategóriában ki készítette el a legízletesebb finomságot. A főzőversenyre több mint 50 csapat nevezett idén, Tócsni, Laska és egyéb kategóriában. Salgótarján önkormányzata minden rendezvényen ott volt az elmúlt 10 év alatt. 10. alkalommal vagyunk itt Salgótarján nevében, különböző csapatokkal, de mi állandó résztvevői vagyunk a Laska Fesztiválnak, és egyébként Salgótarján városvezetésére számára nem csak a város, hanem annak térsége is fontos. Most egy különlegességgel készülünk, márványlapon készült Tócsni, hozzá ragú köretként és medvehagymás mártással várjuk a vendégeket. Az önkormányzat képviselői jól választottak receptet, és jók voltak a szakácsok is. Ez bizonyítja, hogy ezzel az ételkombinációval második helyezést értek el a versenyen. A Tócsni kategóriában a harmadik helyet is megyeszékhelyi csapat kapta. Az MHGST főzőbrigádja a szalcilvás és szalonnás kapros tócsnit készített. A kategória győztes egyébként a minekszilet sonkás tócsni tortával és tócsni rétessel. Salgótarjániak állhattak a képzeletbeli dobogó második fokára Laska kategóriában is. A kerisek girosszal töltött laskáját és erdei gombaragúval töltött hortobágyi laskáját jutalmazta ezzel a helyezéssel a zsűri. A fesztiválra idén is több ezeren látogattak el. A vendégeket kézműves vásárral, vidámparkkal és folyamatos színpadi és gyermekprogramokkal várták a szervezők. A nap folyamán pedig többek között volt sport és kutyás bemutató, rally és veteránautók bemutatója, drift parádé. Délután külön koncertet adott a dűvőzenekar, felléptek a Magyar Állami Népi Együttes táncosai, az esti koncertet pedig a Hooligans adta. A 10. Laska Fesztiválról részletesebb beszámolóval is találkozhatnak hamarosan a Salgótarjáni Városi Televízió nézői.